Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Kedves testvérek, ezt a mostani szentmisét hálaadásképpen ajánljuk föl. Hogy méltóképpen vegyünk részt a legszentebb hálaadásban, kérjük Istentől bűneink bocsánatát. Gyónom a mindenható Isten. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk, mindenható Istenünk, add, hogy odaadó buzgósággal ünnepeljük Urunk feltámadásának örömnapjait. Engedd, hogy cselekedeteinkkel mindenkor életre váltsuk, amit az emlékezéssel felidézünk, a mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Szent Lecke, Szent Péter apostol első leveléből. Szeretteim, Urunkat, Krisztust, szentül tiszteljétek szívetekben. Legyetek mindig készen arra, hogy mindenkinek válaszolni tudjatok, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. De ezt szelíten, tiszteleteljesen
és jó lelkiismerettel tegyétek, hogy akik Krisztusban való szép életeitek, életetek miatt gyalázzanak titeket, szégyenben maradjanak rágalmaikkal. Jobb ugyanis, ha inkább jó tetteitekért szenvedtek, mikor ez az Isten akarata, mit sem gonoszságaitokért, mert Krisztus is meghalt egykor a bűnök miatt, az igaz bűnösökért, hogy Istenhez vezessenek minket. Test szerint ugyan megölték őt, de a lélek szerint életre kelt. Ez az Isten igéje. Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én mindig kérni fogom az atyát, és ő más vigasztalót ad majd nektek, az igazság lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek őt, mert veletek marad és bennetek lakik. Nem hagylak árván titeket, visszajövök hozzátok. Rövid idő, és már nem lát engem a világ. Ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én az atyában vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsomat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt atyám is szereti, én is szeretni fogom, és én megmutatom neki magamat. Ezek az evangélium igéi. Kedves gyerekek, ha azt kérdezem tőletek, hogy hogyan tudjátok kifejezni anya és apa iránt szereteteteket, nem szavakkal, akkor milyen ötleteket mondtok nekem, hogy hogyan tudjátok ezt kifejezni? No, ki az a bátor, aki mer erre válaszolni? Hogyan tudjuk kifejezni a szüleink iránt a szeretetünket? Öleléssel nagyon jó. Mi lehet még? Bátran mondjad. Elmutogatjuk anyának, igen? Hanem elmosom. És arra megkér anya? Anélkül, nagyon jó, ez is jó, tehát segítesz. Mi lehet még az, amivel mondjuk azt, hogy a szeretetünket kifejezzük, és örömet szerzünk anyáéknak? No? Hangosan, mert nagyot hallok. Mondd hangosan. Szófogadás. Hoppá. Mai evangéliumban is ezt hallottuk. Hát az Úr Jézus pontosan ezt kéri tőlünk, nagyon ügyes vagy. Azt mondja, ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat. Hát ha mi szeretjük a szüleinket, akkor szófogadóak vagyunk, ugye azt tesszük, amit ők mondanak nekünk. Miért kell szófogadónak lenni, amikor anya azt mondja valamire, hogy ne csináld, azt azért mondja, mert nem szeret minket, és csak kínozni akar minket? Vagy azért mondja, mert tudja, hogy nekünk az a jó. No, melyik? Hát tudja, hogy nekünk mi a jó, és ezért próbál minket keretek közé, mondjuk, hogy parancsok közé irányítani, hogy boldogan tudjuk élni az életünket. Hát az Úr Jézus is ugyanezt tette, amikor azt mondta az őt követőknek, ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat. Hiszen ha megnézzük a parancsokat, amiket az Úr Jézus adott, akkor bizony azok mind-mind a
mi üdvösségünkre szolgálnak, a mi örömünkre, ha azokat betartjuk, ha azok szerint éljük az életünket, akkor valóban tudunk boldog életet élni. Ezért nagyon fontos a mai vasárnapnak, evangéliumnak az egyik legfontosabb üzenete, hogy tartsuk meg azt, amit az Úr Jézus nekünk parancsolt. Ki tudja megmondani, melyik a legfőbb parancs? Na, ott csak bátor jelentkező van, de nem engedik megszólalni. Azt mondja, hogy szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből, teljes lelkedből, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Tehát ha mi az Úr Jézust igazán szeretjük, akkor azt úgy tudjuk kifejezni és megmutatni, hogy mindenkit, aki körülöttünk van, azt is szeretjük és elfogadjuk. Tehát szót fogadunk a szüleinknek, szót fogadunk a tanárainknak, és megpróbálunk mindenkit szeretni úgy, ahogy van, ahogy a jó Isten megteremtette, hiszen mindannyian az Isten képmását hordozzuk a magunk lelkében, és az a lélek halhatatlan. Arra a lélekre nekünk szüntelenül vigyáznunk kell, hogy az olyan szép legyen, szép maradjon, mint amikor megfogantunk, amikor megszülettünk, és a Jóisten nekünk ajándékozta a halhatatlan lelket. És hova igyekszik az ember az élete után? Ki tudja nekem megmondani? No, ki hallott arról már, hogy mennyország? Sokan hallottatok már, bátortalanul jelentkeztek, ugye a Jóisten ezt a helyet azért készítette, hogy mindenki, aki megőrzi azt az isteni képmást a maga lelkében, az az örök üdvösségben, a mennyországban együtt lehessen és találkozhasson az Úr Jézussal. De még mielőtt az örök életbe mennénk a mennyországba és ott találkoznánk vele, hol van az, ahol találkozhatunk vele? Ahol mindig nekünk akarja ajándékozni önmagát. No, első áldozóknak kéne tudni, hát hol? Hol vagyunk most? Hát a templomban. Ugye itt a templomban vár minket az Úr Jézus hétről hétre, pont azért, hogy nekünk tudja önmagát ajándékozni, megerősítsen minket abban, hogy ezt az isteni képmást tudjuk megőrizni életünkre. Úgyhogy én azt kérem tőletek, már sok nincs hátra az iskolából, lassan-lassan, ugye közeleg a vakáció, hogy mindenki azért, mert szereti az Úr Jézust, azért fogadjon szót a szüleinek, a tanárainak, hiszen ők nekünk csak jót akarnak, és ha az ő szabályaikat betartjuk, az ő kéréseiket, akkor egész biztos, hogy egy boldog vakáció elé nézünk. Most álljunk föl mindannyian, és valljuk meg hitünket, a könyörgést olvasók pedig jöjjenek ki. Hiszek egy Istenben. Testvéreim, a mennyei Atya azt akarja, hogy kövessük Szent Fiát, kérjük ehhez bizalommal segítségét. Hogy egy házad mindig Krisztus útján járjon, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg! Hogy minden ember számára Krisztus legyen az út, az igazság és az élet, hallgass meg, Urunk! Hogy az emberiség az evangélium fényében megtalálja az emberi békére vezető utat, hallgass meg, Urunk! Hogy szent néped mindenben keresse és teljesítse akaratodat, hallgass meg, Urunk!
hogy a keresztények életükkel tegyenek tanúságot a Krisztusban való hitükről. Kérünk téged, hallgass minket! Mennyei atyánk, hallgass meg könyörgésünket, segíts, hogy fiad útján járjunk, kövessük az ő tanítását, s így elnyerjük az örök életet Krisztus, a mi Urunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. Urunk Istenünk, fogadd el könyörgéseinket áldozati adományainkal együtt. Add, hogy kegyelmed erejéből megtisztulva, atyai jóságod szentségeihez méltók legyünk Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó, igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus a húsvéti bárány, mert odaadta értünk életét, a régi áldozatok helyett kereszthalála lett a tökéletes áldozat, üdvösségünkért felajánlva néked önmagát. Ő lett a főpap, az oltár és az áldozati bárány. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és hatalmas angyalok. A te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek, adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának, feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében, vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Antal püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozzunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyessen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, üdvözítünk neki Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, add meg teljes egységét, ki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó,
és meggyógyulás. Köszönöm.